reklámúságokat, metróúságokat Miskolcon vagy Pesten. Én is azt csinálom, hogy meg tudjunk élni, mert másképp 8 iskolám az megvan, de abban nem vesznek fel. 8 iskolával nem vesznek fel, és nincsen lehetőség arra, hogy az ember dolgozik. Maszeknál az ember elmegy, sajnos, hogy olyan is van, előfordul, hogy eláll az ember dolgozni, és nem kapja meg a fizetését, hanem úgy van ez, hogy 1000 forintot kiadnak, mikor oda kerülne a sor, hogy ledolgozott az ember egy 15-20 napot, az járna mondjuk rá 50-60 ezer, 80 ezer forint, azt a pénzt nem adja ki, csak a napi pénzt. Itt például itt van ez a ház, ablakajtó nincsen rajta. A vécé is olyan helyen van, hogy nagyon rossz a hely, mert ugye az ablakajtó nincsen, meg is beáramlik a bűz. Hát miből fizessük be? Ha például én vagyok, negyed magammal kapok 23 ezer forintot, abból éljek meg negyed magammal. Ezt kell alapul venni. Itt nem segít minket senki. Hallottam róla, hogy 300 forintot kell. És ki fogja azt fizetni? Az egész telepen, ha most körbe mennénk, és szerintem nem találnánk senkinél. Senkinél, mert nincs. És 90% a cigány lakos ennek a községnek. És semmit nem gyarapítnak, hogy valami munkalehetőség lenne. Abszurdul sem. Pár embert felvesznek, utána többi meg. Felvesznek 5-6 el van utasítva. Hát igen, nincs. Jöttek ide idegen szavazók is. Azok is a kocsiban benne volt nekik ruhák, némely részének volt, akinek volt benne narancs volt benne, volt, amikének liszt volt, vagy cukor. Egy minimális kis segítséget adtak, hogy na, adtak egy papírt, hogy írjunk alá, hogy mink szavazzunk rája. És rá szavaztak, megkapták azt a csomag lisztet, még azt a csöp éppen, hogy valamit. És akkor ők meg olyan pozíciót szereztek ezzel, hogy ki tudja, milyen helyeken vannak, meg milyen fizetéseket. Tette a toronadaskai, meg a más népek is az ő zsebébe. Meg adtak 2 literes narancsot. Hát elrontottuk az gyomrunkat, a vakarótól. A vakarótól elrontottuk a gyomrunkat, ezért kellett adta hozzá az üveg kóla. Akkor maguk se tudnak kenyeret venni, hanem vakarót csinálnak. Mi van, és azt nincs még egy deka listrin. A cigányok túl, hogy a gyerekek éheznek, akkor muszáj elvenni. Meg tudjuk mit tenni. A cigányatunk pocsétteni. Há, azt mondja, ennyi marad, de még az is összeszakadt szegénynek. Eldugta, de összeszaggatta azt is. Muszáj elvenni a pénzt, mert éheznünk. Nincsen semmit, vannak az összes gyerekek. Csupaszom ez itt lap, télen, nyáron nincsen nekünk semmink. Menni kell szilva tenni oda a gyerekeknek. Hiába kapik azt a kis pénzt, muszáj felszedni. Ha rá kényszerül az ember. Jó, mikor adnak, jó legyen megadni is. Ez az igazság. Jó, mikor kisegítik az embert, azt meg kell adni. De muszáj elvenni ilyen nagy családdal. Ott vannak több cigányok, azok is mind elveszik, ugyanúgy meg kell adni. De jó, ha adnak, de jó legyen meg is adni. És ha nem adjátok, meg mi lesz? Akkor meg semmi. Akkor nem fognak minket megölni. De hogy nem, ma volt rá. Lefel ára, igen, volt ma, még itt ládaskán még nem volt olyan. Kisebb. Hogy izé, verekedjenek. Szendrőládon például egy ember. Szendrőládon, ott meg volt. Szendrőládon egy embert 1000 forintot szúrtak le. Igen. De még itt meg olyan hall, nem volt. Lehet, ha valaki le akar halni, akar azt hiszem, hogy akkor háromszorra 10 gyereket vagy 11 gyereket hagyott ott az ember. 1000 forinttal tartozott a kamatos pénzbe. Az és, ott igen. És megölték az 1000 forintért. Egy rendes takaró nincsen, ott van, ilyen rossz pappalon azt is a kukából vettük ki. Ott van, meg lehet nézni. Ezen sincs elablak semmi. Az a rossz paplammal, abban takaróznak, meg olyan nagyon aludnak, tessék megnézni, ami ma szakadt. Ezt is úgy, Miskolcról a szemetesből vettem ki ezt az ablakot, meg ezt a deszkát is. Ide is tessék jönni, ne! Nézze meg, ott sincsen semmi. Meg vannak repedve a falak, mert ez a vállalkozó rosszul csinálta meg. Itt sincsen, úgy szintén megint ablak, ott a sarok, meg lehet nézni. Ez megindul. Hogy sajnos van, azt sem tudjuk, hogy mi lesz velünk, mert attól félünk, hogy egyszer be fog szakadni. Rám fog szakadni, mert ott a falakat meg lehet nézni, hogy
hogy be vannak szakadva, meg repedve, úgyhogy valamikor az történhet, hogy összeszakad. Nekem is 128 ezer forint tartozásom van a villanyra. A minden nap gyertya arra nem kell, a pénz az milyen drága gyertya, az is. Akkor korán lefekszenek le. Igen. Van, amikor meg krumplit elvágjunk, beletegyük a gyufát, vagy egy fát, vagy valamit, rátekerjük a rongyot, öntsünk bele egy csöpp zsírt, az világít nekünk. Sok esetben bebújunk a vonatnak a WC-be, a szolgálati kükébe, úgy tudjunk beutazni. Ha meg észreveszi, hogy ott vagyunk, akkor meg leszállít. Vagy felé. Vagy meg fel szokott élni minket, mert nincsen a Malategyre pénz. Meg vannak rendes kalauzok, akik esetleg azt mondják, hogy nem találkozunk. Mindegy, hogy milyen tápszert kap a gyerek. Arra meg igen sok pénz kell, hogy kipítjük valamit. 3000 forint. Holnap van 3000 forint. Sehonnan. Ha nem lenne ez a fajgyűlölet, az lenne a jó. Az emberek lesznek magukat szeretők, korsóvágók, kékkedők, a kegyetlenek, jónak nem kedvelő, árulók, vakmerők, felfogalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, és most a mai napig ezt a dolgot, amit itt most röviden elmondtam, lehet tapasztalni, észre lehet venni, hogy valóban ez így van. Miért? Illő is, nagyon jó dolog, dicsérni tiszta szívünkből. Teljes szívünkből, teljes lelkünkből, nézzünk az ügyeinket, a gondjainkat, a problémáinkat a Teremtőre. Majd ő megoldja. Nem fog csodát tenni hirtelen, de az biztos, hogy meglássa, hogy kinek tiszta a szíve, meg kinek őszinte az tiszta szíve van. Nem csak az anyagi dolgokért fogjuk szeretni, hanem azért, hogy elsősorban szellemileg egy jó szinten legyünk. Mert ez a pontos, hogy szellemileg legyünk jó szinten, és ebből kiindulva szeressük a Teremtőket, és akkor kapjuk meg majd a segítséget a Teremtőnktől. Ami nem olyan túl jó, mert az az igazság, hogy el tudnak képzelni egy jobb házat is itten a szegény családoknak. Ezért kéne a kormánynak olyan rendeletet hozni, hogy a családoknak segítenének. Sok mindenbe lehetne segíteni a milliárdosoknak. Itt kéne a milliárdosoknak elgondolkozni, közösen összefogni, megbeszélnének, összegyülekeznének, hogy nem csak tonnanádaskarról van itten szó, nem csak itt a megyéről, hanem az országban lévő összes személyeknek, összes olyan családoknak, akiknek nagy a családoknak, azoknak kéne segíteni. Meg lehet nézni ezt a körülményt is, hogy itt is, hogy milyen. Ők laknak itten, és azért jöttek fel, hogy megnézik ezt a körülményt, hogy valóban milyen családok léteznek még ebbe a világban. Gizi! Állj be! Én a beállom, bent is leszik. Jó van, anyu, majd a legfelmutat. Fogalmú, Jakob. Mama. És mi hívja a kötött sűrű. Nem győrtek menni. Tessék, mondjam. Tessék, kisfiam. Tessék, nagyasszony. Tessék, csöpasszony. Tessék. Nagy ember, nagy fiú, lányok, na! A parasztoktól ellopják, a paraszt meg a vasvillával agyonütjük őket, hogy beléjük szúrja. Volt már úgy, hogy a cigányokat kergették a kertbe, mert a krumpliokat meg a hagymányokat meg az őtségeket összeszedték. Hallj meg, te büdös cigány! Mi vagy a szlopni, nincs mit
tenni? Menj a polgármesterhez! Pont jönnek kukázni! Igen? Na. Ezek is kukázni jönnek most. Ezek rendszeres kukázok. Na jó, van akkor, hogy felveszünk. Gyertek ide, üljetek le! Benne lesztek a tévébe, úgyhogy ha belenézel a kamerába, Erzsi, keresel a itt van ez az asszony, ez is egy nélkül megyen mindig, a kalauzzal mindig veszekedik. Úgyhogy a cigányok kamatoznak, éheznek. Miért ne vegyél el? Késő van. Azt adj vegyél le! Na, benne is van. Benne vagy! Na, amikor jöttél vannak, akkor benne voltam, úgyhogy sajnál. Kenyére nincs a gyerek. Nézzék meg, hogy Erzsi állandóan jár kukarti, meg a, most is a csikket gyúti meg. Ilyen cigit kell neki színi szegénynek. A szociális segít kéne felemelni az országgyűlésnek. Hát ez csak dumálak, töltött kapasztalról. Miről beszélünk? Hát miért? Nem ennéd meg egyszer legalább egy évben, mert a parasztok megeszik minden héten. Ja. Ennek, ha egy évben egyszer megeszed a sok... Hát de nehezbet, kinevettek a krampot. Miért? Én is szeretem a töltött kapasztalt, nem? Nem, családom, én? Nem abból kell, 23 elét minimum, miért nem abból mondom? Azt kell mondani, ide tessék, ha... Hát oda fordulj, te néma! Ne vegyék el a gyógyellátást! Ne jött el beszél! Mert hol van még ez a csöpfényzőké? Na, a metratumot jön a nagy. Begyünk rád belőle, felmegy a villanyra, ott van kaja arra is. Hiába kettem, hogy... Reggel nincs ebéd. Jó, ez a Szilva? Bia jó. Na, vegyen fel. Ez jó lenne nekünk hallni. Fogjuk meg, hogy milyen nehéz. Elbírnám. A vonattal feljutatjátok a Szilva. Na, várjunk csak, akkor csak délre kéne tenni valahogy. Mi? Nem viszik el ezt senki. Nem viszik ezt, tehát igaz kitöltek. Dehogy nem, elviszik azt. Ezt a félre kéne tenni. Ez pontosan jó lenne neki. És egy kulcs is. Azt mondjuk. Úgy szeretem a lányimat, levághatom a hajamat. Má mehetünk hónap nem, mert a lányim nem szeret. Ne nyúj hozzá! Hagyjad! Van benne tol! Ez jó az a tol? Az is jó. Nem. Jó van szakad! Gyere, gyere! Nem hagyom a nagyot! Gyere, gyere!
hát ebben nem találjunk olyant, ami nekünk jó lenne.